estét kívánok, a Pannon Televízió híradóját látják. Ma november 22-e van, Cecília névnapja. 138 éve e napon született Ady Endre költő, újságíró. 52 évvel ezelőtt J.F. Kennedy, az Egyesült Államok 35. elnöke a texasi Dallasban merénylet áldozata lett. Most következzenek a nap legfontosabb hírei. Brüsszelben második napja a legmagasabb készültség van érvényben a terror fenyegetettség miatt. Feszült a helyzet a macedón-görög határon, azok a migránsok tiltakoznak, akiket nem engednek tovább utazni. Szerbia sem fogadja a gazdasági bevándorlókat, mondta a szerb miniszterelnök, miután találkozott az Európai Tanács elnökével. Leesett az idei első hó a régióban, Vajdaság több településén is havazott. Brüsszelben második napja a legmagasabb négyes szintű készültség van érvényben a terror fenyegetettség miatt. A rendőrség továbbra is kutat az egyik párizsi merénylő után, akiről azt feltételezik, robbanó szerkezetet erősített magára. Szombat este átfésülték azt a brüsszeli városnegyedet, ahol az elkövető élt. Az iszlám állam további támadásokat tervez. Párizsi, libanoni, olaszországi és amerikai célpontok ellen is támadhat vasárnap az iszlám állam. Hozta le a hírt több hírügynökség is az Anonymous hacker csoportra hivatkozva, amely múlt héten hirdetett háborút a terroristák ellen. Közzétették a veszélyeztetett célpontok listáját is, amelyek között szerepelnek a keresztény ünnepek, de a nők jogaiért tartott tüntetések és zenei rendezvények is. Az Anonymous azonban cáfolta, hogy övé lenne ez a közlemény, amelyben azt írják, hogy feltörve az iszlám állam levelezését, újabb európai merényletek terveiről értesültek. Az iszlám állam szombaton videóüzenetben újabb támadásokat jelentett be Párizsban, amelyek még a 2001. szeptember 11-i amerikai támadásoknál is sokkal rosszabbak lesznek. A múlt péntegi párizsi merénylethez törökországi szálak is vezetnek. A török rendőrség őrizetbe vett egy marokkói származású belga férfit, akinek az iszlám állam megbízásából az volt a feladata, hogy térképezze fel Párizst, hol és mikor érdemes támadni. A 26 éves Ahmed Dahmanit Antalya egyik luxus szállodájában tartóztatták le, adta hírül a török hírügynökség. Két másik szír férfit a közeli országúton fogtak el, őket azzal gyanúsítják, hogy az iszlám állam utasítására jöttek, hogy segítsék Dahmani biztonságos átjutását a török szír határon. Törökország a jelek szerint átjáróházként szolgálhat a párizsi terrorcselekményeket elkövető iszlamisták számára. Belgiumban egyébként folytatódott a hajtóvadászat a párizsi terrorsorozat szökésben lévő elkövetője Salah Abdeslam ellen, aki kedden bukkant fel Brüsszel Molenbeek városrészében. Az ABC News úgy értesült, a még életben lévő párizsi merénylő Skype-on jelentkezett ismerőseinél, és azt mondta nekik, Brüsszelben van és segítséget kér a Szíriába utazáshoz. A 26 éves férfit az iszlám állam belgiumi tagja is keresik, mert elégedetlenek azzal, hogy az ő testére erősített szerkezet nem robbant fel a terrortámadáskor. Brüsszelben a legmagasabb négyes szintű készültség van érvényben. A belga rendőrség már 10 gyanúsítottat keres, akik az egész országban, valamint a főváros különböző helyein a párizsihoz hasonló méretű merényletekre készülnek, ketten pedig robbanó mellényt is viselhetnek. Az utcákon állig felfegyverzett, golyóálló mellényes rendőrök és katonák járőröznek, nem jár a metró, bezártak áruházakat, szórakozóhelyeket és kávézókat, a brüsszelieknek pedig azt tanácsolták, ne menjenek forgalmas helyek közelébe. Az észak-kaukázusi Nalcsik egyik külvárosában 11 terroristát öltek meg az orosz különleges erők tagjai. Alekszandr Polyakov, az orosz antiterrorista bizottság elnöke szerint valamennyi megölt fegyveres korábban hűséget esküdött az iszlám állam nevű iszlamista szervezetnek. Helyszíni beszámolók szerint a különleges erők előbb megadásra szólították fel a körbezárt fegyvereseket, majd amikor azok válaszként tüzet nyitottak, a rendőrök megrohamozták a rejtekként használt épületet. Polyakov azt is közölte, hogy az akció még nem ért véget, Nalcsikban továbbra is szórványos lövöldözés hallatszik. Egyelőre nem tudni, hogy a rendőrök közül megsebesült-e valaki.
Érezhetően csökkent a migránsok száma a szerb-horvát határ közelében. Szombaton a 6 horvát szerelvény helyett csak 5 indult Slavonszki Brodba. Az elmúlt napokban hozzávetőlegesen 5000-en léptek be az Európai Unió területére. A menekült áradat csökkenésére utal, hogy vasárnap reggel a szokásos presevói járaton 600 fő helyett csak 200-an érkeztek. Síden havazott. A hideg miatt a migránsok feszültek voltak. A horvát vagonokra történő belépéskor is elégedetlenkedtek a levegő lehűlése miatt. Mohamed Altamimi is melegen öltözött, Norvégiába tart. Nem szereti a havat, de a jobb élet reményében még a hideget is elviseli. I live from there. I want to start new life from me. Yeah. I want live a peace. Yeah. All my friend Muslim anything. I love her. Továbbra is szigorúbban ellenőrzik a menekülteket vonatra való felszállás előtt. A szerb és a horvát rendőrök közösen vizsgálják át a regisztrációs papírokat. A hatóságok képviselői elmondták, kevés annak az esélye, hogy a Macedóniából számított harmadik ellenőrző ponton olyan utazót találjanak, aki nem a háborús övezetből, azaz Irakból, Afganisztánból vagy Szíriából érkezett. Ibrahim is azt állítja, hogy az iraki konfliktus elől szökött Európába, mire Horvátország beért, elfogyott a pénze. All of them needs money, but this, but the train, they said that they won't take money from us, but the UNICEF give us food free and water, everything is free, just the in the camps, but all the movement with the money. From Greece to here, we pay everything like ships and cars, everything for money. Nem hivatalos információk szerint eddig Szerbiában 700 gazdasági bevándorlót szültek ki az illetékes szervek. A feltartóztatott személyek fele a Síd melletti Principovaci pihenőhelyen van, a többiek pedig a Belgrádhoz közeli Knyecsei táborban. Több száz migráns töltötte a szabadban az éjszakát a görög-macedón határon. Ők nem háború sújtotta övezetből érkeztek, így nem léphettek be Macedóniába. Az Iránból, Pakisztánból és Bangladesből érkezők elutasítottak mindenféle segítséget, valamint az élelmet és a vizet is. Nem akarnak visszamenni Görögországba, hanem Nyugat-Európa felé folytatnák útjukat Macedónián és Szerbián keresztül. Egyre több autóbusz érkezik a határ görög oldalára. Ma várhatóan 7000 ember ér oda. A macedón hatóság azonban csütörtök óta csak azokat a szíriai, iraki vagy afgán állampolgárokat engedik be az országba, akik már rendelkeznek korábban Görögországban kiállított regisztrációs papírokkal. A határ macedón oldalán Gyevgyelijánál is tiltakoztak a migránsok, mintegy 1000-en feküdtek és ültek a sínekre, ezzel akadályozták meg a Szalonikiből Skopjéba tartó vonat indulását. Sokan Angela Merkel német kancellár nevét skandálták, azt kérve, hogy segítsen nekik. Szerbia számíthat az Európai Unió további pénzügyi támogatására, jelentette ki Donald Tusk. Az Európai Tanács elnöke Alekszandar Vučić szerb miniszterelnökkel tanácskozott Belgrádban szombaton. A migránsválság, illetve Szerbia uniós csatlakozásának lehetőségei is napirenden szerepeltek. Az Európai Tanács elnökét Ivica Dačić külügyminiszter fogadta a belgrádi repülőtéren. A szerbiai látogatáson az egyik legfőbb téma a migránsválság és annak kezelése volt. Donald Tusk a tárgyalásokat követő közös sajtótájékoztatón hangsúlyozta, biztos abban, hogy Szerbia folytatja az Európai Unió felé vezető útját. A menekült helyzetről szólva elmondta, hogy az Európai Unió jelenleg is azon dolgozik, hogy biztosítsa külső határát Görögországban. Várhatóan a görög-macedón határa vezénylik majd a Frontexet, az Unió határvédelmi szervét, hogy regisztrálja és átvilágítsa a migránsokat. Ezzel Szerbiába is kevesebb menekült érkezhet majd. Serbia will be not alone in this case. The European Union is already doing a lot to support Serbia. We have already released some emergency funding to help Serbia create 6000 places to shelter refugees. We stand ready to assist in building 6000 more this year with more assistance to come from January 1st. We are working together to step up security cooperation and crack down on people smuggling and abuse of asylum rights. A szerb kormányfő a tárgyalások után kiemelte, hogy amennyiben Szlovénia, Horvátország és Magyarország sem fogadja a gazdasági bevándorlókat, Szerbia is csak azokat engedi be, akik a háború elől menekülnek.
A miniszterelnök ugyanakkor nyomatékosította, hogy az ország továbbra is várja az Európai Unió átfogó és hatékony megoldás javaslatát a migráns válsággal kapcsolatban. Szerbia se nalazi na evropskom putu. I da mislim nešto drugačije, ne bih javno govorio. I Evropska unija se nalazi, posebno Nemačka, Švedska i Holandija, u vrlo teškoj situaciji. Oni su preuzeli najteži teret na sebe. Naše je da im pomognemo, a ne da im odmažemo. Ono što je za nas važno, Republika Srbija umeće i imaće snage da zaštiti svoje nacionalne i državne interese i hoću građanima Srbije, narodu Srbije da kažem da, kao što do sada, da budemo objektivni, nisu morali da brinu, ne moraju da brinu ni u buduće. Az Európai Uniónak továbbra sincs egységes és hatékony válasza a menekült válságra. Ezt a tény Donald Tusk is elismerte, valamint hozzátette, hogy mindenre kiterjedő megoldásra van szükség, ezért fontos a közel-keleti és balkáni partnerekkel való együttműködés is. Leesett az első hó Vajdaságban vasárnapra virradóra, Újvidéken és Belgrádban hamisítatlanul télies időjárásra ébredhettek a lakosok, Észak-Vajdaságban azonban még a következő napokban sem várható havazás. Fehér háztetőkről, havas utakról, fényben szállingózó hópelyhekről készült képekkel teltek meg az internetes közösségi oldalak vasárnap délelőtt. Így jelezték a fiatalok, hogy mennyire örülnek a havazásnak. A téli csapadék kicsivel éjfél után lepte be Újvidéket. Míg egyesek gyönyörködtek a hóesésben, mások mérgelődtek. Előre félnek, hogy ez fennakadásokat eredményezhet a városi közlekedésben. Sama da se raduju. Ljudi obično nađu neke zamerke, te kasni autobus, te nečiste. Egyelőre nem okozott fennakadásokat a havazás a vajdasági településeken. Az utakon reggelre nem maradt nyoma az éjszakai hótakarónak. A Szerbiai Automotoros Szövetség felszólította a gépjárművezetőket, hogy a lehullott hó miatt vezessenek óvatosan az útviszonyokhoz igazodva, és használják a téli felszerelést. A legtöbben eleget tesznek a felszólításnak. Da, zimske gume, certo treba, ove oprema, antifrizi, novi, tako te stvari. Szabadkára is környékére eső formájában érkezett meg a csapadék. A hőmérséklet viszont ebben a térségben is téliesre fordult. Vasárnap a déli órákban mindössze 3 fokot mutatott a hőmérő higanyszála. Észak-Vajdaságban nem kell havazásra számítani a következő napokban sem. A jövő héten is marad a többnyire felhős időjárás, csapadékra hétfőn, szerdán és pénteken van kilátás. Ez azonban a vasárnapihoz hasonlóan cseppfolyós formában érkezik meg térségünkbe. Nem csak az esernyőre, de a réteges öltözékre is szükségünk lesz ezekben a napokban. A nappali hőmérséklet ugyanis mindössze 3 és 7 fok között alakul. Éjjel várhatóan 0 fok alá süllyedhet a hőmérő higanyszála. A meteorológusok szerint a leghidegebb éjszaka szerdán viradóra lesz. Ekkor mínusz 3 fokot mérhetünk. Eddig 150 páciens jelentkezett a kubai védőoltásra a belgrádi Bezsanyiska Kossa klinikai központban, azonban mindössze 3 feleltek meg a feltételeknek, tájékoztatott Mária Zdravkovicsa klinikai központ igazgatója. Arra számítanak, hogy a tüdőrák kezelésére alkalmas védőoltás a következő héten érkezik meg a Bezsanyiska Kossa klinikai központba, a pácienseket pedig 10-15 napon belül beoltják, közölte Zdravkovicsa az RTS-szel. A kubai védőoltás október 30-án érkezett meg Szerbiába, és azóta jelentkezhettek a páciensek. 1680 védőoltás érkezett, így az orvosoknak kell meghatározniuk, ki kaphatja meg első között a gyógyszert. A tüdőrák az egyik legelterjedtebb rákos megbetegedés a szerbiai lakosság körében. Magyar Kanizsán és a község településein nem sok köztulajdonban lévő régi, esetenként védett épület van. Rájuk, valamint a magántulajdonban lévő régi épületekre fokozottan ügyel az önkormányzat, lebontásra nem kerülnek. Azokról az épületekről, amelyeket Magyar Kanizsa, illetve a község meg szeretne őrizni az utókornak, amelyek fontosak a települések szempontjából, az önkormányzat a tulajdonosokkal együtt fokozottan gondoskodik. A bontások ellenőrzöttek, nem fordulhat elő, hogy egy védett épület kárt szenvedje. A városnak a tulajdonába, köztulajdonba ilyen jellegű épület közül nem sok van.
Mögöttem van a ifjúsági otthon, amelyik ezt képezi. A városháza az SZDK-n kívül olyan, ami köztulajdont érint, olyan nem igen van. Védett épület is csak kevés akad a községben. Ezek sorába tartozik a Magyar Kanizsai Népkertben található Vigadó, a Horgosi Kárászkastély, a Kishorgosi Barokk, Magtár és a Martonosi helyi közösség épülete is. A Kárászkastély az a közösségnek a tulajdona, ott ilyen megőrző beavatkozások történtek, a tetőt néhány évvel ezelőtt megjavítottuk, és állag megóvás szempontjából a továbbiakra bíztuk majd, amikor majd pénzek lesznek. A kanizsai városháza, mint olyan, az mindenképpen már egy tatarozást igényelne, de hát arra most pénz hiány az elkövetkező belátható időben nem nagyon látok lehetőséget. A pénztelenség miatt a többi épület rendbetételére is várni kell, ettől függetlenül a város hangulatába, a városképbe illő épületeket eddig sikerült megőriznie az önkormányzatnak. Felújítási lehetőség hiány a községi vezetés legalább a folyókarbantartást igyekszik biztosítani, ezeknek a már több mint 100 éve épült patinás objektumoknak az esetében, amivel elkerülheti, hogy azok netán lebontásra kerüljenek. Befejeződött az oromi szeplőtelen Szűz Mária szíve katolikus templom belterének felújítása, a beruházás 1,5 millió dinárból valósult meg. Az oromi templom felújítása 2014-ben a nyílászárók cseréjével kezdődött, idén pedig a beltér teljes felújítása valósult meg. A felújított templomot megtekintette Nyilas Mihály, a tartományi kormány alelnöke, aki szerint szerény, de nagyon jelentős a felújítás. Egy ilyen közösségben, mint Orom, nagyon fontos, hogy a hívek, a hívők is megfelelő épületben, templomban gyakorolják a vallásukat. Az oromi templom régóta már felújításra szorul, és végre ez sikerült az idén, és ez egy ünnep a falunak és a falu hívőinek. A munkálatokhoz 400 ezer dinárt a tartományi oktatási, jogalkotási, közigazgatási és nemzeti kisebbségi, nemzeti közösségi titkárság biztosított. Az oromi, újfalusi és völgyesi hívek adományaiból 800 ezer dinár gyűlt össze, a maradék 300 ezer dinárt pedig az oromi helyi közösség különítette el erre a célra. Ebből a pénzből megújult a villanyhálózat, a mennyezetre új burkolat és lámpatestek kerültek, és elvégezték a templom teljes belső festését is. De egy dinártól kezdve a nagyobb összegig is adtak, volt külön persze erre a célra, hogy szépen adakoztak, van, aki behozta az község irodájába, és nem volt ebből gond, és ez a csodálatos ebben, hogy adakoztak. A következő időszakban a templom tetőszerkezetének cseréjét és a templom kertszépítését szeretnék megvalósítani Oromon. Nézzük, mi lesz még a híradóban. Minősítő fesztivál tartottak a legjobb néptáncosoknak Újvidéken. Tini és ifjúsági táncdal fesztivál tartottak Temerinben. 4 vajdasági magyar néptánc együttes mérte össze tudását Újvidéken az idei néptáncosok országos bemutató színpadának minősítő fesztiválján. Az Újvidéki Színházban megtartott rendezvényt a Budapesti Martin György Néptánc Szövetség, a Szabadkai Vajdasági Magyar Folklór Központ és az Újvidéki Vajdasági Magyar Népművészeti és Közművelődési Központ szervezte. Elvándorlás, tavaszvárás, szerelem és állarcok nélkül élni. Ezeket a témákat dolgozták fel az idei minősítő fesztiválra a néptánc együttesek. A rendezvény már 10. alkalommal került megszervezésre Vajdaságban. Az 1996-ban Magyarországról indult kárpát-medencei szintű, 2 évenként megrendezett néptáncverseny szakmai zsűriének az elmúlt 2 évtized során több mint 20 vajdasági magyar néptánc együttes mutatkozott be. A próbák azok főként legtöbbször feszült hangulatba teltek, de mindig sokat dolgoztunk, sokat javítottunk, sokat gyakoroltunk azon, amit készítettünk. Kitűzünk magunknak valamit, hogy elérjünk, és akkor minden egyes ilyen föllépésre egy a felkészülés, miközben fejlődünk, még jobban összeszokik a csapat. Tehát igazából ez a lényege, nem is az, hogy milyen eredménnyel térünk haza. Az idei megmérettetésen a kishegyesi Rizgetős és az óbecsei Szelence, a szabadkai Róna és a topolyai Cirkalom táncegyüttesek mérték össze tudásukat. Heti 3-szor próbálunk, hétfő, szerda és péntek este 8-tól 10 óráig. Azt tudom mondani, hogy hát változott. Tehát a versenyekre fölkészülés néha nagyon nehéz, tehát fizikailag is és pszichikailag is.
6 alapszakmai szempontot figyelembe véve az 5 tagú szakmai zsűri minden tagja legfeljebb 30 pontot adhat, így az értékhatárok szerint 100-tól 130 pontig minősülnek, 130-tól 150 pontig pedig kiválóan minősítettnek értékelhető egy produkció. 90%-ban szerkesztett tánckoreográfiákat, táncműsorokat várunk, ezt vizsgáljuk táncfolklorisztikai hitelesség alapján, énekzenei összhatás alapján, színpadi megjelenést, koreográfiai minőséget, műsorszerkesztést. Az együtteseknek tánctudásukat, előadói képességüket és színpadi megjelenésüket több tájegységtánc, zenei és viselet hagyományaiban való jártassággal kell bemutatniuk. A fesztivál kiírása szerint minden együttesnek 25 és 30 perc közötti folyamatos műsort kell bemutatni, úgyhogy az együttesek mást és fél-fél órás 30-30 perces műsorokkal készültek. Az idei néptáncosok országos bemutató színpadának minősítő fesztiválján 145 pontszámmal a topolyai Cirkalom táncegyüttes bizonyult a legjobbnak. Őket az óbecsei Szelence táncegyüttes követte 137,5 megszerzett ponttal. Zsúfolásig megtelt a Temerini Sportcsarnok szombat este a 24. Tini és Ifjúsági Táncdalfesztiválon. 16-an indultak a megmérettetésen, idén is két kategóriában. Tehetségek, kavalkádja, színes egyéniségek és egy egész estét betöltő színes rendezvény. A Temerini Tini és Ifjúsági Táncdalfesztiválon lírai dalokkal, slágerekkel és pörgős szerzeményekkel varázsolták el a közönséget a versenyzők. Gyermekként álmodtam, és azt hittem, úgy lesz. A tótfalui Harmad Tamara Tini kategóriában indult, harmadik alkalommal lépett fel a vetélkedőn, idén azonban első helyen végzett. Nem is hittem el, hogy első lettem, számomra ez nagyon nagy, tényleg nagyon nagy boldogság. Az ifjúsági kategóriában mindössze 5-en indultak. A Tisza Kálmán falvai Pápista István az István a király rock opera egyik betétdalával varázsolta el a közönséget és a zsűrit. Váratlan volt, nagyon megtisztelő, hogy a zsűri úgy döntött, hogy megérdemlem az első helyezést, és nagyon-nagyon olyan, nem tudok mit mondani, őszintén szólva. A zsűrinek nem volt könnyű dolga, hiszen erős volt a mezőny. Kókai Angéla, a zsűri elnöke szerint idén túl kevesen vettek részt az IFIK versenyében. Csak 5-en versenyeztek ebben a kategóriában. Én nagyon remélem és bízok benne, hogy a jövőben ez a szám nőni fog. Már azért is, hogy egyrészt, hogy a verseny megőrizze a verseny jellegét, másrészt, mert a zsűrinek is szakmailag egész egyszerűen könnyebb döntést hoznia, hogyha több versenyzőt hallgatunk meg. Az idei fesztivált Hajnal Jenő, a Magyar Nemzeti Tanács elnöke nyitotta meg. Ezek a fiatalok az árnyalatokat, a színeket, azokat a fontos, izgalmas, a dalban, a lírában kifejeződő árnyalatok kell még, hogy megtanulják, és ezek úgy együtt majd azt hiszem, hogy az elkövetkező években még sok örömet szereznek azoknak, akik szeretik a slágereket és a könnyű zenét. Az est sztár vendége a magyarországi Irigy Hunajmi Irigy zenekar volt. Egy adag somlói címmel tartott bemutatkozó estet Magyar Kanizsán Somló Tamás ismert magyarországi zenész, az elsősorban a Lokomotív GT együttes basszusgitárosaként elhíresült, immár 68. életévét taposó sztára fellépés előtt sajtótájékoztatót tartott. A rendezvényt a BEMSZIKÁL Szerbia Ifjúság és Kulturális Egyesület és Magyar Kanizsa Község Ifjúsági Irodája szervezte. Somló Tamás a Lokomotív GT előtt megfordult az Omegában, a Kexben és a Nonstop együttesben is. A magyar állami kitüntetésben részesült, időközben jogász doktori oklevelet szerzett művész, artistaként is bejárta a világot. LGT korszaka tulajdonképpen sohasem ért véget, zenésztársaival most is tervezik a visszatérést. Talán jövőre vagy egy évvel később gondolom, hogy csinálunk egy LGT-t. Mondtam a többieknek, hogy gyerekek, csináljunk egy zenekari értekezletet, üljünk le négyen, mindenki hozza a leleteit, összehasonlítjuk, és akkor ez szerint eldöntünk, hogy mikor játszunk legközelebb.
A zenétől sohasem szakadt el, jelenleg a Lokomotív GT zenevonat című rendezvényeinek aktív résztvevője. A zene iránti viszonyulásáról sajátos véleménye van. Olyanféle katartikus gyönyör érzet, amit a zene tud okozni, azt nem tudom másféle művészeti oldalról bekalibrálni magamnak. Úgyhogy néha azt szoktam mondani, hogy a zenei öröm az felér egy szerelemmel. Somló Tamás zenész és dalszerző pályafutása során olyan ismert dalokat írt, mint az Álomarcú lány, Ülök a járdán, Pugi a zongorán, vagy az Annyi mindent nem szerettem még. A sajtótájékoztatót követő Liebhaft Ágnessel folytatott beszélgetése során több ismert dal is felcsendült a Magyar Kanizsai Művészetek Házának színpadán. Nyitva tarthatnak az üzletek Magyarországon a négy adventi vasárnapot november 29-én, valamint december 6-án, 13-án és 20-án. A Magyar Parlament tavaly december 16-án szavazta meg a vasárnapi pihenőnap bevezetését. Március 15-től a hét utolsó napján nem lehet dolgoztatni a kereskedelemben. A jogszabályban kivételként rögzítették, hogy az adventi időszakban és az év egy szabadon választható vasárnapján nyitva lehetnek az üzletek. A törvény azzal kapcsolatban is több kivételt tartalmaz, hogy mely boltok lehetnek nyitva vasárnaponként. Magyarország Nemzetgazdasági Minisztériumának képviselői elmondták, munkaszüneti nap január 1-e, március 15-e, húsvét hétfő, május 1-e, pünköst hétfő, augusztus 20-a, október 23-a, november 1-e, illetve december 25-e és 26-a. A Ferencváros a francia Fleurit fogadta a női kézilabda bajnokok ligája csoportkörének záró mérkőzésén, és kiváló játékkal 36-23 arányú győzelmet aratott. Így megnyerte a B csoportot, és 7 pontot visz magával a január 8-án kezdődő középdöntőbe a maximális 8-ból. A győri Ető női kézilabda csapata 22-22-es döntetlent játszott Dániában a C csoportjának utolsó fordulójában. A győriek büntetőhöz jutottak 18 másodperccel a vége előtt, Görbic Anita pedig nem hibázott, ám volt válasz 4 másodperccel a lefújás előtt, így döntetlen született az Ető, 5 pontot visz magával a középdöntőbe. A szerb női kosárlabda válogatott 157 arányban legyőzte Németország csapatát az Európa-bajnokság selejtezőjében. Ez egy történelmi pillanat volt, jelentette ki Marina Maljkovic, a női válogatott szövetségi kapitánya. Elmondta, a mérkőzés alatt összesen 23 labdaszerzésük volt, ami azt jelenti, hogy a válogatott védekezése kiváló volt. A selejtező következő fordulójában a szerb lányok Luxemburg legjobbjaival mérkőznek meg, akik az első körben 90-38-ra kikaptak Ukrajnától. A Barcelona csapata nyerte a spanyol bajnokság rangadóját, az El Clásicót. A katalán csapat 4-0 arányban diadalmaskodott az ősi rivális Real Madrid ellen. Az uruguayi Luis Suárez 2 gólt szerzett. Az angol bajnokság derbijén a Liverpool csapata nyert 4-1-re a Manchester City vendégeként. Az eredménynek köszönhetően jelenleg a Premier League első helyezettje az ebben a szezonban feljutó Leicester City, amely 13 forduló után 28 pontot gyűjtött eddig. És a híradó végéhez értünk, a legfontosabb hírek jönnek még egyszer röviden. Brüsszelben második napja a legmagasabb készültség van érvényben a terror fenyegetettség miatt. Feszült a helyzet a macedón-görög határon, azok a migránsok tiltakoznak, akiket nem engednek tovább utazni. Szerbia sem fogadja a gazdasági bevándorlókat, mondta a szerb miniszterelnök, miután találkozott az Európai Tanács elnökével. Leesett az idei első hó a régióban, Vajdaság több településén is havazott. Köszönjük a figyelmet, ha még több hírre kíváncsiak, látogassanak el honlapunkra, panonertv.com-ra, ahol riportjainkat, műsorainkat is visszanézhetik. Jó pihenést, szép estét kívánunk!